De önként vállalhatja ennek a kötelezettségét. Tehát több esetben is sor került tájékozásom szerint. A másik része pedig, hogy ha megvan a térkép és azon körül van határolva a terület és megvannak a helyrajzi számok, akkor a helyrajzi számok alapján össze lehet állítani egy tagjegyzéket. Ez a kettes számú melléklet. A tagjegyzék természetesen változik, és itt ott is volt már utalás arra, hogy most a mai napnak megfelelő állapotot tudjuk rögzíteni. A tagjegyzékkel kapcsolatban utalni szeretnék arra, hogy a tagok kötelezettsége, a tagjegyzékben történő változás bejelentése a közigazgató társaság később megválasztandó vezetősége felé, mert mindaddig, amíg nem teszik meg, velük tartják kapcsolatot és tőlük követelik az érdekeltség hozzájárulást. Itt sor kerülhet adásvételre, ajándékozásra és adott szomorú esetben öröklésre is. Ezek mind-mind tagváltozást eredményeznek, és a törvény előírja, hogy a víziközmű társadalmat minden évben be kell adni egy aktualizált tagjegyzéket május végig, amikor is évenként, hogy az éves beszámolót is számítanileg el kell készíteni. A alapszabály tartalma az a második oldalon azt, hogy mi minősül egy érdekeltségegységnek, ezt a fogalmat már önök megszavazták. Tartalmazza, hogy kinek milyen fizetési kötelezettség keletkezik egy érdekeltségegység után, ezt önök már megszavazták. Következő pont a társulat képviselete. Egy jogi személyt alakítanak meg, egy jogi személyt egy természetes személy képvisel. Itt ezt úgy hívják ezt a személyt, hogy intézőbizottság elnöke. Hát ő a vezető tisztségviselőknek a helye, ha szabad így mondanom. És az a javaslat az előkészítő bizottságnak, hogy a jogi személyt, az intézőbizottság elnöke önállóan képviselje a hatóságok és harmadik személyek előtt. A tagok jogai kötelezettségeit tartalmazza a következő rész. A jogokat úgy kell értelmezni, hogy a tájékozódás teljes köre megilleti a tagokat. A javaslat szerint azonban most már 2010-től, most azért gondolom, 2010-től kötelezően közgyűlés van és delegált személyek vannak a közgyűlésben, akik az érdekelteket képviselik. Tehát tulajdonképpen azt kell világosan látni, hogy egy nagy létszámú víziközmű társaság esetében, mint az önöké, nem képzelhető el ilyen nagy létszámú ülések, döntéshozó ülések megtartása, hanem a törvény úgy rendelkezik, hogy a közgyűlés az alakuló taggyűlésen, pontosabban mai napon, ezt hívjuk alakuló taggyűlésen, a tagjai sorából delegáltakat választ, erre lesz majd személyi javaslat, és ezek a delegáltak fognak szavazni az önök képviselőjében, tehát egy kis parlamentet fognak létrehozni a döntésüknek megfelelően. Tehát a döntéseket a későbbiekben már a közgyűlésen a delegáltak hozzá, de nincsenek elzárva a közgyűlésen való jelenléttől a tagok, minden tehetnek, kérdéseket tehetnek, indítványokat, javaslatokat, de nem szavazhatnak ennyi a jogaikkal kapcsolatban. A kötelezettségek közül pedig ugye egyet kell hangsúlyozni, és erre már történt is utalás, hogy ha megszületik a döntés, hogy a napirendi pont után többségükkel igen szavaznak és megalakítják a társulatot, akkor a többség kisebbsége alapján mindenki, aki az érdekeltség területen helyrajzi számos ingatlannal rendelkezik, tag, és a rá vonatkozó hozzájárulás összegét meg kell fizetni, vagy az közadók módjára behajtandó. A társulat felépítése, szervezeti egysége. A legfőbb ügydöntő testülete a közgyűlés a törvény szerint. Ez évente legalább egyszer ülésezik, saját magai tagjai közül, ahogy mondtam, delegáltakat választanak, és később, hogyha ezek delegáltakban is változás áll be, mert elköltözik valaki, eladja az ingatlanát, akkor megszűnik az érdekeltsége, megszűnik a delegálti pozíció, és akkor a delegáltak kooptálnak egy újabb érdekeltet a tagjaik közé. A javaslat szerint most 13 delegált megválasztására kerül majd javaslat, tehát ők tesznek majd javaslatot az előkészítőség nevében. Ők fogják önöket képviselni. Itt le van írva a közgyűlés működési rendje, hogy hogy kell összehívni, hány nappal előtt kell kiküldeni a delegáltat, a szerelőt, a meghívót, több mint 50%-át, hogy jelenlőtt határozatképes legyen, kitartozik a hatáskörébe, alapszabálymódosítása, társadalmat megszüntetése majd helyén az ideje, szétválása, egyesülése, szervezeti működési szabályok elfogadása, tisztségviselők választása is, ott is lehet változás a vezető tisztségviselők körében, a rendkívüli közgyűlés összehívásának feltételeit, azt, hogy erről jegyzőkönyvet kell vezetni, tehát bárki utóbbi jogosult minden érdeket betekinteni a jegyzőkönyvbe, és megismerni, hogy az adott közgyűlésen milyen témákat tárgyaltak, és milyen döntéseket hoztak.
A másik testület, amelyik egy operatív előkészítő és végrehajtó testület, az az intéző bizottság. Ez a törvény szerint legalább egy elnökből és két tagból áll, itt az előkészítő bizottság erre a három tagú testületre tett személyi javaslatot. Ez az intéző bizottság gyakorlatilag akkor ülésezik, tehát negyed évente ülésezik, és de három fős is a törvény minimum, akkor határozott képes, ha minden hárman jelen vannak. Ők azok, akik a két közgyűlés között intézik a társadalmi operatív ügyeit, és összehívhatják a közgyűlést, hogyha olyan napirend merül fel, amely ezt indokoltá teszi. Az ügyrendjét az intézőbizottság saját maga határozza meg. Döntését egyszerű szótöbbséggel hozza. És erről is jegyzőkönyv készült, tehát mindenki azt is megtekinteti, hogy az intézőbizottság milyen módon készített elő, illetve hajtotta végre a közgyűlés döntéseit. A harmadik testület az ellenőrző bizottság. Az ellenőrző bizottság a törvényesség őre azt vizsgálja, hogy az intéző bizottság a jogszabályoknak és a közgyűlési határozatok megfelelően jár el. Ha egy bármilyen diszfunkció mutatkozik, tehát nem szabályszerűen működik, akkor bizonyos esetekben átveheti a vezénylő szerepet az intéző ellenőrző bizottság. Például, hogyha az intéző bizottság nem hajlandó összehívni egy közgyűlést, akkor például az ellenőrző bizottság elnöke is jogosult ezt megtenni. Sőt, a tagoknak is van úgynevezett kisebbségi joga, a napirend megjelölésével, amennyiben a tagok 10%-a kezdeményezi, akkor szintén össze kell hívni egy közgyűlést. Az ellenőrző bizottságban is egy elnök és két tag a minimum, itt is személyi javaslatban egy ilyen háromtagú testület felállítására kerülne sor. Az ügyrendjét saját maga állapítja meg. Tisztségviselők, kiminősült tisztségviselőnek, ezeket a személyeket kell bejelenteni a cégbíróságnak. Az intézőbizottság elnöke tagjai és az ellenőrzőbizottság elnöke tagjai, tehát a delegált, azok nem tisztségviselők, azok a küldötteket képviselő személyek. Gazdálkodási kérdések. Nagyon lényeges, amire már többször történt utalás, hogy bár cégbíróságon bejegyzett, de ez nem gazdálkodó szervezet, mert célhoz kötött gazdálkodás folytat. Tulajdonképpen valóban arra hozták létre, hogy az önerőt megszervezze, biztosítsa a pályázati feltételhez. Felolvasok egy nagyon fontos részt, amire már volt kérdés. A társulat tartozásaért saját vagyonával felel, a tag a társulat tartozásaért nem felel. Tehát gyakorlatilag a többlet követelése a társulatnak a tagjaitól, mint amit most önök eldöntöttek, nem lehetséges. Évente beszámolót tart, és benyújtja a cégbíróságnak, letétbe helyezi azt. Nagyon lényeges kérdés, hogy amennyiben megalakult a társulat, és bejegyezték cégbíróságon, azt követően az intézőbizottságnak minden tagot, tehát az is, aki előzetes szándéknyilatot nem adott eddig, részletesen tájékoztatott arra, hogy megalakult a társulat, milyen kötelezettség terheli őt, milyen időben kell eleget tennie, milyen módon, mi az elmulasztás jogkövetkezménye, mi a befizetés határideje, milyen jogorvoslatási lehetősége van. Ezeket írásban kell kiküldeni, mint a 2900 valahány érdekeltnek. A társulat vagyona, erre is történt már utalás, a vagyon, ami létesül, az az önkormányzat törzsvagyona. Tehát úgy szól a jogszabály, hogyha elkészül a csatorna hálózat, akkor a próba üzemet követő 30 napon belül ezt az önkormányzat tulajdonába kell adni a törvény szerint. Ügyviteli szabályokat tartalmaz még. Nyilvántartási kérdéseket, tehát a folyamatos tagnyilvántartás, amire már utaltam. Cégjegyzés, tehát a cégjegyzés, a társadalmi cégjegyzése azt jelenti, hogy az írásbeli képviseletet hívjuk cégjegyzésnek, az azt jelenti, hogy hatóságok előtt, ha írásban kell, akkor szintén az intézőbizottság ellenőre a cégjegyzésre jogosult. És végül vegyes rendelkezések, ami azt tartalmazza, hogy mi képezi az alapszabály mellékletét, ugye a már említett térkép és a tagjegyzék. Körülbelül ez lenne a tagokra, a felépítésre, jogokra, kötelezettségre vonatkozó lényeges eleme gerince ennek a 12 oldalnak, és akkor én megkérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése már, hogy az alapszabály tervezettel. Parancsoljon a nevét és a érdekeltségi helyét. Azt szerint már annyi státusz funkció, hogy mindent elhangzott, hogy nekünk ez időben majd nem kerülünk tét, de a tagdíj, vagy az ehhez eltartán csütörtök van, szóval ez nem probléma, csak hogy ez bennünket legyen, tehát nem idén. Nézze, a döntéseket...
Tehát egyért ugye magát a mai alakuló taggyűlés leszámítva, ahol személyi kérdésekben döntenek, később is a személyi kérdéseket és az hozzá kapcsolódó esetleges anyagi juttatásokat, de erről inkább majd az előkészítőség elnöket, a delegáltak döntik el. A jogszabály egyet ír csak elő, hogy a vezető tisztségviselőnek a közreműködéssel kapcsolatos felmerült költségeit kell megtéríteni. Tehát a vízi közutásnak. Tehát ha neki Budapestre kell utazni, vagy mondjuk nincs messze Budapest, tehát mondjuk nem egy nagy költség, de bárhova el kell utaznia, akkor nyilvánvalóan